Nem sűrűn fordul elő, hogy egy szakma képviselőjét manapság mondhatni országos lefedettséggel a legnépszerűbb sportág a futball kispályás változatának űzése közben figyelhessük. Eltűnőben országszerte az ilyen mamut tornák, pedig lenne rá igény a különböző szakmák képviselői részéről. Például az egészségügyi dolgozóknál, akiknek a rendszerváltozás után is megmaradtak az országos tornáik, de a folyamatossága 3 évvel ezelőtt rendező hiányában megszűnt. Orvosok, szakdolgozók, mentősök nem kis bánatára tegyük hozzá. Jött a mentő Szekszárdról. A Balassa János megyei kórház vezetése az idén szeptember végén felvállalta a népszerű országos kórházkupa újraindítását. 22 városi, illetve megyei kórház küldte el csapatát a Tolna megye Székhely sportközpontjába, annak műhüves pályáin megtartott 2x10 perces meccsekből álló kispályás tornára. Ez egy hosszú hagyományokra visszatekintő rendezvény egyébként, a kórházak országos foci tornája. Ez évekkel korábban Budapesten került rendszeresen megrendezésre. Az elmúlt 3 évben sajnos nem volt. És a focit szerető munkatársak nagyon hiányolták ezt a rendezvényt, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha mi fölvállalnánk és megrendeznénk. Mi pedig úgy gondoltuk, és jó magam is úgy gondoltam, hogy a közösségépítés, a közösségi program, az egészségügyben való összetartozás erősítése, meg hogy egy kicsit a gőzt ki lehessen engedni a mindennapok után, abszolút a rendezvény mellé álltunk, és a munkatársaimmal együtt, és mondhatom, hogy mindenki gyakorlatilag társadalmi munkába, szinte a napi feladatokon felül vállalta az ezzel kapcsolatos mindenféle többlet munkát és többlet kötelességeket. Alig volt megye, ahonnét ne érkezett volna városi, fővárosi vagy éppen megyei kórházat képviselő csapat. A házigazda Szekszárdi Balassa János kórház képviseletében a foci iránt dolgozói nagy érdeklődést kifejezve 2 csapat is indult, és ne feledkezzünk el, hogy a szekszárdi mentőállomás is önálló csapattal képviseltette magát a kórházkupán. Betegvezetőktől, biztonsági szolgálattól, orvosokon, mindenki, aki a kórházban dolgozik, szereti a focit, az itt van. Több játékosunk is van, aki a városi bajnokságban hetente 2-szer focizik, ezen kívül többen eljárnak még egyéb csapatokkal is focizni, tehát azt mondom, hogy nem hiszem, hogy gondot fog jelenteni a több mérkőzés a mai napon. Kikapott a nyitó mérkőzésen a Kórház 2 a jó erőkből álló Kecskeméttől, de az egység az erő a futballtudás alapján okkal reménykedhettek Balázs Szabolcsék a további pontszerzésben, a csoportjukból való továbbjutásban. Időközben pedig szintén azulkékben pompázó szekszárdi kórház egyes pályára lépett. Az első meccsen nekik sem sikerült a pontszerzés, de aztán a csapat karizmatikus menedzser típusú vezetője Almási Sándor sikerélményekről tudott beszámolni a folytatásban. Sajnos az első meccset a mi hibánkból elveszítettük, a második meccsen hál' Isten hoztuk a forba voltunk és nyertünk is, és remélem, hogy ez kitart a torna végéig. Ki ellen nyertetek, és tulajdonképpen mi annak a meccsnek a tanulsága, az, hogy lehet tovább álmodni? Szeretnénk igen tovább álmodni, mert ugyanis benne van mindegyünkben a jó futball lehetősége. Mi különbözteti meg a Szekszárd 1-et a Szekszárd 2-től? Igazából semmi, mert nagyon szeretjük, tehát ugyanúgy föl tudnánk állni, hogy a Kórház 2-ből is egyes csapatba, vagy az egyes csapat, ez csak egy, most valahogy meg kellett jelölni a csapatokat. Mindegyünk a foci szeretete és a mozgás öröme miatt futballozik. A 22 kórház egy-egy csapatában feltűntek húzónevek, úgynevezett spillerek, akik nemzetközi szinten is helytálló magyar orvosválogatottnak is a tagjai. Ilyen orvosberkekben Szekszárdon is ismert Mohácsi Pap Zsolt, aki egy erős mohácsi csapat arca, inkább frontembere. A legutolsó, ami azon ott voltunk a végjátékban, és most is szeretnénk a 4 közé. Az a minimális cél. Úgy érzem, hogy van esélyünk, de azért van sok jó csapat, van sok jó játékos. A mohácsi orvosnak amiatt volt hiányérzete, persze nem csak neki, hogy az orvos kollégák száma sajnálatos módon erősen csökkenő tendenciát mutat a különböző csapatokban. A Pécsi Klinikai Központ néven szereplő együttesben éppen ellenkezőjét lehetett tapasztalni. Domináltak ugyanis az orvosok az együttesben. Hiába no, azért náluk jóval nagyobb a merítési lehetőség, mint más megyeszékhelyen,
kisebb városokban. Nézem a csapatokat, az önében azért szakdolgozók vannak a csapatokban, nálunk viszont csak orvos jelenleg, ami talán véletlenül köszönhető, meg hát akkora ugye a Pécsi Tudományegyetem, hogy talán is vesznek a tehetségek, nem igazán tudjuk, hogy hol fotiznak, jól fotiznak-e. Úgyhogy a tehetségkutatókat tartani év elején. Lehet, hogy ez kellene valóban. A mostani csapatból is 5 játékos játszik az orvos válogatottban. Én magam is, bár én már kiöregedőben vagyok, de van egy 45 fölötti csapatunk is az orvos válogatotton belül, és amikor van egy ilyen orvosi világbajnokság, akkor játszik a fiatal csapat ugye a rendes bajnokságban, és játszik egy 45 fölötti csapat is egy külön bajnokságban. Nagyon szeretik Pécsett a focit, az orvos focit. Úgyhogy évről évre azt hiszem, hogy a legnagyobb arányban Pécsről kerülnek az orvosvágatokba játékosok. A Honvéd Kórházzal egy nagy meccsen x-eltek a pécsiek, ami óvatosságra intette őket. De ugye elnéztük a csapatokat, föl kell kötni a nadrág szíjat, úgyhogy igen. Szekszárdot több okból is szívébe zárta a foci szerető pécsi csapat kapitánya. 8 évig jártam ide vállalkozó orvosként fülorgégészetre, úgyhogy nagyon szép éveket töltöttem itt. Volt havonta 4-5 alkalom, amikor megfordultam, sokat operáltam, Tornamegyei betegeket gyógyíthattam, úgyhogy szépen még kell kötnek ide a Szekszárdhoz. Ha ezt a tornát megrendezik, mi nagyon szívesen jövünk, minden évben itt leszünk, és hát bízunk abban, hogy idén is szép sikerrel zárjuk ezt a tornát. Nagyon örülünk neki, hogyha megrendeznék minden évben, mert nagyon jó volt az első 6 torna, és nagyon jó sikerült. Mekkora közösség ez a Mohácsi Kórház csapat? Hát, akik futballoznak, azok a saját csapatukban edzenek természetesen, és akkor fél évente rendezünk különböző tornákat, játszunk a környező csapatokkal, pécsi csapatokkal, Decsel szoktunk játszani, Decső öreg fiúkkal, és akkor elmenjünk ilyen mindenféle tornára. Nem csak Pap Zsolték, aztán a pécsiek és a két szekszárdi csapat, na meg a mentősöknél felállt Tolna megyei együttes venné jó néven a nekik szánt tornákat, egyéb rendezvényeket a későbbiek során, hanem ahogy rögtönzött párbeszédekből, a hangulatból kiszűrődött, szinte minden résztvevő a 22 városi, illetve megyei kórház dolgozói is. Végig remek hangulatban, szabadidős kategóriában magas színvonalú és roppant sportszerű volt a kórházkupa. A küzdelem hevében is az egészségügyek, példamutató módon persze, vigyáztak egymás testi épségére, hisz sérülés miatt kieső dolgozó pótlása az egészségügy mai helyzetében nem egyszerű történet. A rendező Szekszárdi Balassa János Kórház túl azon, hogy a Szekszárdi Városi Bajnokságban az itt látott két csapatot már régebb óta szerepelteti, túl azon, hogy szívesen lennének ennek a kórház kupának a házigazdái az elkövetkezendő években is, a kórház esze égiszén belül is a vívás a tenisz mellett, látva a fiatalabb és a középgenerációkhoz tartozó dolgozók lelkesedését, a kispályás focinak még nagyobb teret kíván adni. A kórházi foci csapat játszik a városi bajnokságba. A kórházi foci csapatot korábbi években indítottuk az országos bajnokságban is, tehát abszolút nem új keletű, hogy a futball is megjelenjen a kórházi sportágak között, és akkor talán elmondhatom azt a nem titkolt reményemet, hogy még más sportágakat is föl tudunk majd venni. Én hiszek a sportnak a közösségépítő erejében, úgyhogy most, ha a foci csapatunk már fut és rendezvényeken vesz részt, bízok benne, talán majd a futókat sikerül megmozgatni, hiszen sokan futnak a kórházon belülről, és hát majd amilyen sportágban még csak lehet, szeretném, hogyha tudnánk közösen részt venni. Mivel már most két csapatra való játékossal rendelkeznek a szekszárdi kórházosok, nehezen tervezhető szabadidő ide vagy oda, belátható időn belül még egy nagypályás szekszárdi kórházi csapat megalakulása sem elképzelhetetlen. Nagyon örülünk neki, hogy nagyon nyíltan és őszintén állnak hozzánk, mert ugyanis azért egy ilyen jó háttér nekünk öröm, és mi megpróbáljuk magunkból a lehető legjobbat kihozni, focizunk. Ugye a sport egészséges, de abszolút arról is szó van, hogy tudjuk azt is, hogy a sportnak van közösségépítő szerepe is, egészen máshogy működnek a mindennapok a munka során, hogyha az ember ismerősként vagy csapattagként tekint a másikra, és nem ismeretlenül, és hát természetesen a szabadidőnek is egy hasznos eltöltése. Meg hát én azt gondolom, hogy ezzel egy kicsit példát is mutatunk, tehát hogyha az egészségügyi dolgozók hasznos, egészséges, értelmes dologgal töltik az idejüket, az nekünk is, családtagjainknak is, meg talán egy kicsit kifelé is egy pozitív példa lehet.
A 22 csapatos kórházkupát a nagykanizsai Kanizsai Dorottya kórház csapata nyerte 2019-ben. A Kecskeméti Kórház lett a második, a harmadik helyen pedig a PTE klinikai központ csapata végzett. A szekszárdi csapatok közül a Kórház 2 nevű együttes szerepelt a legjobban, tovább jutva a csoportjából egészen az előkelő 6. helyig menetelt. A Kórház 1 együttese 19. helyen zárt, a mentősök éppen előttük a 18. helyen végeztek.